Szeretettel köszöntök mindenkit Zürichben, örülök, hogy ennyien egybegyültünk, és szeretném, hogyha a mai zen előadásunkat is a szokásos mantrával kezdenénk, amely az Om Nám. Az Om az az univerzum, a Nám pedig a tisztaság. Ezt nagy részt már ismeritek, hiszen örömömre szolgál, hogy jó páran hallgatjátok a, az előadásokat, és elénekeljük az omnámot 7 az lesz a legjobb kezdés. Köszönöm szépen. Mi a zen? A zen egyenlő azzal a tiszta tudattal, amely benned most figyel. Amely benned kimondja, hogy én, és ezzel a legnagyobb lehetőségre nyitja rá az embert, és egyben a legnagyobb hibát is elköveti. A tudatosulás úgy tűnik elkerülhetetlen az ember életében ezen a földön. Rengeteg mítosz szól róla, Indiától az édenkertig, Kínától Amerikáig, Mezopotámiától az Andokig rengeteg eredet mitosz van, és az eredet nem annyira az ember biológiai eredetéről szól, hanem arról, hogy a tudatosodás milyen szinteken ment keresztül. És szinte minden mítosz, minden eredet monda eljut odáig, hogy elkezdtünk tudatosan gondolkodni. És a tudatos gondolkodás az az ellentétekben való gondolkodás először, az ellentétekre való rálátás másodszor, és az ellentétek meghaladása harmadszor, illetve a szabad használata felelősséggel, együttérzéssel és bölcsességgel ezeknek az ellentéteknek. Nézd meg azt, hogy az édenkertben mi történik. Tehát valamilyen kígyószerű közvetítéssel uh, eszünk arról a fáról, ahol a jó és gonosz tudása van. És hirtelen az ember rálát innen, hogy bizony jót és rosszat tapasztalunk. Egy pár ezer éve eltelik, amíg kiderül, hogy ezt a jót és rosszat mi csináljuk, mi vetítjük ki a világra, de hogyha a jóról és a rosszról nem tudnánk, akkor nem tudnánk önmagunkról sem. Nem különböztetnénk meg önmagunkat a világtól sem. Nem jelenne meg az én tudat sem, és így a más tudata sem. Ezt a a Zen egy nagyon érdekes struktúrába rendezi, ezt hívjuk a test, lélek és tudat struktúrájának. Erről már láthattatok tanítást, röviden idézem. Van a szem, fül, orr, test és értelem. Ez az a hat csatorna, amely a fizikai létünkből is következik, illetve abból, hogy a lélek fölvette ezt a fizikai testet. És a hatodik fogalomalkotó tudat, amit értelemnek vagy elmének mondok, az továbbadja a funkciót a hetediknek, ami a megkülönböztető tudatosság. Itt keletkezik az én és a más, a jó és a rossz, a tiszta és a szennyezett, a helyes és a helytelen. És a nyolcadik az a tárháztudat. A tárháztudat az a memória, amit tudatosan és tudattalanul egyaránt tárolsz a lényedben, hogyha a tudattalanodban nincs minden rendben, és nagyon sokszor nincs minden rendben, akkor olyan impulzusokat kapsz belülről, olyan késztetéseket tapasztalsz magadban, magadból, amelyek idegenek, Azt mondja, ez nem én vagyok, de mégis én hordozom. Olyan gondolataim, érzelmeim vannak, amelyek valahonnan jönnek, nem tudom, hogy honnan, bennem vannak, és nem szeretném, hogy olyanok legyenek. Vagy hiányzik belőlem valami, és azt szeretném megtalálni? Hogyan jövünk erre rá? Hogyha nem adnánk neveket a dolgoknak, hatodik tudatosság, ez egy bot. Ha nem mondanák ki a hetedik, hogy ez a bot rövid vagy hosszú, és hogyha a nyolcadik nem emlékezne arra, hogy ezt tegnap is botnak hívtam, és mások is botnak hívták, sőt angolul stick lenne, oroszul pedig palica, akkor nem tudnám a világot kezelni, nem, a, nem tudnánk a világban utat találni, nem tudnánk megkülönböztetni, nem tudnánk emlékezni és fogalmat alkotni. Tehát akármennyire is ellentmondásos az ember, akármennyire sok paradoxont hordozunk, ez így teljes, és minden darabja nélkülözhetetlen. Ha a nyolc tudatszintből bármelyik hiányozna, nem lennénk teljes emberek. Így ezzel a berendezéssel kell valamit kezdeni. És a zen pontosan azt láttatja, hogy mi az a tudatosság, amely ennek a nyolcnak a tudatában van, de nem azonos egyikkel sem. Képzelj el egy nyolcágyos kórtermet, ahova van nővérke bemegy a kis tálcával, és itt csörögnek rajta az injekciós tűk. És mindegyik beteggel kapcsolatot teremt, mindegyiket gyógyítja, mindegyikről szól az orvosnak, bent jár a korteremben, mindent ismer, mindenkit ismer, mindenkinek a baját ismeri, de természetesen nem azonos sem a beteggel, sem a korteremmel. Képzeld el a tudatosságot úgy, hogy látod, hogy mit szagolsz, tapintasz, ízlez, vizuálisan érzékelsz, gondolsz, megkülönböztetsz, emlékezel és a többi. De eredetileg nem vagy vele azonos, ahogy a tükör nem azonos azzal a tárgyal, ami elé kerül. Tehát a zen a hétköznapi élet letisztításáról is szól. De szólhat az élet és halál kettősségének a meghaladásáról is. A tanítás kiterjed arra a területre, amit úgy hívunk, hogy a született előtti állapot. Még nem születsz. Hogy a születést már hátrahagyó állapot. Ebből négy van. A köztes létben így négy állapot fordul elő. Az egyiket most éljük, ez a testben lét. Előtte volt a születés, ez így nagyjából a fogantatástól a köldögzsinór elvágásáig tart. Ez így viszonylag rövidebb. A másik a haldoklás és meghalás állapota, amikor a lélek már elkezd távozni a testből. Egyre kevésbé van jelen, egyre kevésbé van benne, és amikor egy olyan álom következik, amiből már nem a testben ébredsz föl, akkor meghaltál. És utána van a negyedik, ami a halál és az újabb születés között telik el. Ha a tudatosság tiszta, ha az igazi önvalódat tapasztaltad, és utána gyakoroltál eleget, akkor ezek az állapotok mind tudatosak és tiszták maradnak. És ha körülnézel, általában nem ezt tapasztaljuk. A születést szeretjük, az életet éljük, előbb-utóbb megbékélünk vele, a haláltól félünk, és a puszta lélek állapotról nem sokat tudunk. Vagy nagyon sokat gondolunk, meg olvasunk, de nem nagyon tudunk róla. A zene azt jelenti, hogy ha helyesen gyakorlod, akkor a négy létállapot, illetve a köztes létállapota tudatos és tiszta. És hogyha helyesen teszel, helyesen beszélsz, helyesen érzel és gondolsz, akkor nem halmozol föl olyan terhet, amit itt ebben az életben letehettél volna, de átvittad a következőre. Mert nem figyeltél? Mert nem voltál jelen? mert nem láttál tisztán, nem hallottál tisztán. Nincs bűn, de hibát követünk el rengeteget. Nincs jó vagy rossz ember, de a szokásainkra vagy rálátunk, vagy nem, és így helyesen cselekszünk egy adott helyzetben, vagy sem. Mindennek van tulajdonsága, vagy tulajdonság csoportja, szanszkritul tatva. És ezért a jelenségek nem rosszak vagy jók, hanem éppen ilyenek. Ezt hívják tathatának. Amikor erre ráébredünk, az a moksa, a felébredés. De általában nem így gondolkodunk, nem így érzünk. Ez egy jó ember, az meg egy rossz ember. Ezt szeretem, azt nem szeretem. Ezt meg tudom csinálni, a másikat nem. És nem okozatiságban látjuk a világot, hanem a véleményeink szűrőin keresztül. Mi a tény és mi a vélemény? Mi az igazság és mi a fikció? Mi az átjárás a projekció és a teremtés között? Ezekre a kérdésekre belül találsz választ. A zen azt jelenti, hogy ha megfelelően teszed fel a kérdést, akkor tapasztalsz, és a választ is megtalálod kívül is, belül is egyaránt. Ehhez a tiszta tükörhöz vagy gondolkodás előtti tudathoz való visszatérés, ez a zen kezdőpontja. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Legalább egy pillanatra csak annyi történt, hogy tá! És amikor ez elvágja, megszakítja a gondolkodás folyamatát, akkor azok a szűrők is egy pillanatra elhárulnak, amik eddig a valóságot bontották, torzították, helytelenül mutatták. Megszabadultál egy pillanatra a téves nézetektől, és ez ebből keletkező, harag típusú, vagy kapzsiság típusú érzelmektől, gondolatoktól. Világos, hogy a demonstráció az nem vihető ki a mindennapokba. Ezért érdemes meditálni, hogy ez az állapot ütés nélkül is meglegyen. Az ütés azért jó, mert emlékeztet arra, hogy visszatudsz térni a hang meghallása által egy olyan állapotba, amely eredetileg tiszta és eredetileg bennünk van. Nem kell kívülről kapnunk, nem kell mástól könyörögve kérnünk. Ezt úgy hívjuk, hogy buddha természet. Ez a buddha természet a megvilágosodás lehetősége mindenkiben. Ha ezt megtanuljuk, ha ezt használjuk, akkor azt hiszem, hogy a helyes úton járunk. Ez a mindennapokban a középút névre hallgat, mert hogyha nem szakadunk ellentétekre, nem fizetünk elő szélsőséges nézetekre, akkor a középúton járunk, ennek következtében az okozatiságot látjuk a saját véleményünk helyett, ennek következtében tisztán látunk, tisztán hallunk, tisztán gondolkodunk. Körülbelül úgy, ahogy egy tónak a felszínén elcsitulnak a hullámok, és amikor a tó tükre mozdulatlan, úgy mutat mindent, ahogy van a maga ilyenségében. Belül is, kívül is. Magadban is, másban is. Az érző lényekben is, és a szerves és egyéb anyagi világban is. De nagyon gyakran nem mozdulatlan a tótükre. A természetben nem találsz olyat, hogy rádobsz egy kavicsot a tó vizére, nem jegére, vizére, és a víz nem nyeli el, hanem visszapattan róla a kavics. Pedig a tudat ilyet is tud. Nem jeges, nem rideg, nem elutasító, de pusztán tükröz. Képzeld el, hogy a szél fújja a tó felszínét, és nem keletkeznek hullámok. Ezért mondta a régi tanítás, a fának nincs gyökere, a völgynek nincs visszhangja és ahogy a hatodik pátriárka fogalmazott, Huineng, eredetileg semmi sincs, hol a por, a por az a szennyeződés, a por mindaz a karma, amivel küzdünk, a por mindaz a házi feladat, amely nehéz zsákként ott van a hátunkon. És éppen ezért a zen megszabadító is, és az eredeti emberi felelősséget megmutató út is egyben. A keleti felfogás nagyon szépen együtt tartja a szabadságot és a felelősséget. Nagyon jól megmutatja az ember útját. És hogyha ezen az úton megyünk, akkor a megszabadulást nem csak magunkért érjük el, hanem másokért. Ez sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Most, ahogy gondolatok által és szavak által kommunikálunk, ez lehet, hogy párotok számára kicsit összetettnek, bonyolultnak tűnik. De amikor gyakoroljuk, akkor nem. Az ember egy sokkal bonyolultabb lény, mint bármilyen termék vagy gép, amit valaha alkotott. Hozzánk nincs használati utasítás, de van olyasmi, amit úgy hívunk, hogy ön és világismeret. Ennek az ismeretnek a neve a darma. A darma szó szerint törvényt vagy tant jelent. Azért rokon értelmű a szanszkritban, mert azt tanulom meg, azt a törvényt, amely szerint a világ működik, beleértve az embert is. Az ember, akárhova mész, akármilyen kultúrába kerülsz, nagyon megjósolható lény. Szeretetet, boldogságot, biztonságot és jólétet keres, és szegénységet, szenvedést, nélkülözést kerül el. Ennyire megjósolhatóak vagyunk. És mégsem találunk rá arra az egyenesre, arra az útra, Amin ebben az életben mehetnénk, és különböző vargabetűket, kényszerű kitérőket teszünk úgy, hogy egymást okoljuk emiatt, és nem magunkban keressük a megoldást. Az EN tehát nem technika. Rengeteg technikát használ, és kultúránként más és más technika járulhat hozzá. A technika önmagában eszköz, és nem a cél. Tehát a vizet, pohár és kancsó, nélkül nagyon nehéz lenne meginni. De nem a poharat isszuk meg, hanem a vizet. Technika nélkül nagyon nehéz lenne a zent gyakorolni, főleg azért, mert önmagában nagyon eszköztelen. De nem a technikát gyakoroljuk. A tiszta tudatot gyakoroljuk. A nem tudható tapasztalatát gyakoroljuk. A tiszta tükörszerű, térszerű jelenlétet gyakoroljuk. És amikor ennek a próbája jön, azt hívjuk Koan interjúnak a zen elvonuláson belül, és élethelyzeteknek, kapcsolatoknak, megoldandó feladatoknak odakint a nagybetűsben. A QAn interjúk azért érdekesek, mert paradox gondolkodásra, látszólag megoldhatatlan helyzetekre épülnek. Ezekre azért van szükség, hogy a mintázataidat, megszokásaidat félreted, és ne a korábbi karmádból dolgozz. Gondolkodj, de ne a megszokásaid alapján. Érez, de ne a berögződöttségeid alapján. Cselekedj, de nem a tanult minták alapján. És ekkor szabad és tevékeny cselekvőképes ember leszel. Felolvasok egy koant. Mondjon valaki egy számot 1 és 208 között. 127-es, kabóca. Mangong zenmester és tanítványai görög dinnyét ettek Podoxá templomban. A mester így szólt, ha ide tudjátok hozni a kabóca hangját, akkor ez a dinnye ingyen van. Ha nem, akkor fizetnetek kell érte. Az egyik szerzetes utánozta a kabóca hangját, a másik a mozgását. A harmadik egy kört rajzolt a földre, beleült a közepébe, és ezt mondta, a formában nincs budha, a budhában nincs forma. Sokféle választ kíséreltek meg a szerzetesek, de Mangong Suni mindegyikre csak ezt mondta, nem, nem, nem. Végül Bovol Sunim helyesen válaszolt. Mangong zen mester elmosolyodott, és ezt mondta, te érted a tudatomat. Kérdések. Ha ott lennél, hogyan válaszolnál? Második. Mi volt Bovol Sunim válasza? Szerintem Svájcban nem hozhatunk volna jobb kohant, mint ez, hogy ha helyesen tudsz válaszolni a kérdésre, a dínje ingyen van. Ha nem, fizetned kell érte. Kinek van esetleg kérdése a zennel kapcsolatban? Szóval itt a meghívónál is látszott, hogy hatot, hetet írtam ki, és ugye az életemben ez így végigkísér, hogy nincs, mindig édesanyám azt mondta, annak idején valamikor a fejemet fogom elhagyni. És a legjobb szándékkal is, akárhogy próbálom, mindig valami belemászik, Amire törekszem, régebb az volt, hogy mindig bűntudat, és most arra törekszem, ahogy te is mondtad, hogy a tóvize maradjak nyugton. Ne, ha hibát is követtem el, ne, ne érintsem mélyen, ne legyen bűntudatom. Ez helyes, helytelen? Már látod, <laughs> hogyha túl sok az opció, meghal az akció tehát miért kerül bele egy újabb változata a valóságnak, mondjuk egy meghívóba, egy weboldalra, egy Facebook csoportba, vagy egy család életbe, egyéb döntésekbe. Szeretjük az alternatívákat, szeretjük az opciókat. De ha a szabadság érzéséhez az párosul, hogy elvész a cselekvés lehetősége, mert nem tudom, hogy valójában mi, mikor, hogyan, kikkel történik, akkor ebben a pillanatban a sok opció közepette cselekvésképtelennél váltam. Hát ennek a pillanatnak tisztának kell lennie. Szungszán az Mester mondta: Ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. És az elején ezt úgy elkönyvettük, jó-jó-jó, ez egy ezen mondás, köszönjük szépen, térjünk a lényegre. Hát ez a lényeg. Minden szokást le lehet küzdeni. Minden Hiányzó szokást meg lehet teremteni. Tehát ebben a pillanatban mit csinálsz, mit mondasz, mit gondolsz, mit érzel? Ez a fontos. Csak ez is szépen tisztán tartja a tudatot. És akkor nem követünk el hibát, vagy annyi hibát. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Sok embertől hallottam, hogy nagyon fontos, hogy nem tudom, mi a jó szó, de mondjuk gurut találni. Egy olyan emberre gondolok, aki segít abban, hogy döntéseket hozzak, és nem tudom, nem tudom, mi a guru feladata, de valahogy egy ilyen élettanácsadó segít dolgokba és hogy hogy lehetne egy ilyet találni. El kell menni a guruboltba. Uh -huh. És ott a sorok között így van M, L, XL, XXL, tehát egy megfelelő guru méretet kell találni, uh -huh. utána a színt kiválasztod, szavatossági idő, és utána, utána rendben van. Hm, köszönöm. Nagyon szívesen. Mi a gurú vagy, ki az szerinted? Nem tudom, uh, én sem tudom, azt mondták, hogy ez jó. És olyan emberek, akik, akik úgy tűnik, hogy rendben van az életük. Szoktál vásárolni egyébként? Igen. Jó. Megveszel valamilyen terméket csak azért, mert valaki azt mondta, hogy jó? Uh, igen. Hát te egy nagy, nagyszerű fogyasztó vagy. Minden reklámot elhiszel? Nem, attól függ, ki mondta. Ah, és attól, hogy mit mondott, és a termék valójában mit csa, de az nem fontos? Um, sokszor olyat is elhiszek, amiben nem, a termék alapján nem hinném el, de ha az, az emberben hiszek, akkor megveszem. Mert hát Svájcban tíz... ez nem nagy kockázat, mert ugye visszaviheted a vásárlás helyére. Meg legfeljebb rosszul járok. És ez... Tehát ez okay. az ember már tizet ajánlott, és tízből kilenc jó szokott lenni, akkor megveszem azt, amit ajánl. Oké. Okay. Hát, így is lehet. De még nem jutottunk közelebb ahhoz, hogy a guru az kicsoda-micsoda, és hogy ez kell neked valójában. Szóval néha próbálok változásokat elérni az életembe, és vannak, amik sikerülnek, és vannak, amik nem sikerülnek. És egy olyan ember kéne, aki segít abban, hogy többször sikerüljenek ezek a változások. Ezt úgy hívják, hogy személyi menedzser, coach vagy valamilyen életvezetési, életvezetési, tanácsadást adó ember. Elmondom, eredetileg a guru az egy olyan szent ember volt úgy India és környékén, akire minden szabadságodat így ráruháztad, és ezért ő megkapta a felelősséget is, hogy téged az úton vezessen a cél felé. A cél aztán nagyon gyakran kiderült, hogy nem pusztán a megvilágosodás, hanem valami egyébnek az elérése, nagyon sokféle ilyen van. Az úton járva a kötelességed az is volt, hogy nem csak hogy szolgálod a gurút, és minden szavát lesed, és minden instrukcióját teljesíted, hanem hogy személyesen is hasonlóz hozzá. Mert a megvalósulásnak az a feltétele, hogy te olyanná válj, mint a gurú, hiszen ő már elérte azt, amiről beszél, és mert te is ezt akarod, kicsit olyanná kell válnod, mint ő. Vagy nagyon. Vagy teljesen. És hogyha egy ilyet szeretnél, az már jóval több, mint az, hogy hát akkor mondja meg, hogy mi a tuti. Akkor valóban nem azt akarom. Oké, okay. akkor mit szeretnél? Hát akkor ezt a live coachot, de ennek egy része lenne az. Az óránként 100 frank. Ennek egy erős része, itt minden 120 van kóránként, Svájcban. Ennek egy erős része az, hogy úgy látom, hogyha ha tudatosabb vagyok, akkor könnyebb elérni a, ezeket a változtatásokat. Ezt most mondtad nemrég. Így van. Úgyhogy olyan life coach kell, aki ehhez a részéhez is ért. Hát akkor Szent Google és Szent Wiki segítségét kérd. Begépeled azt, hogy live coach, és kapsz valamit. És azt el kell vinni ahhoz a jó emberhez, aki eddig tízből kilencszer jót mondott. De ilyen nem. Olyat nem is ismerünk. <hýz> Nincse? Ugye aj, aj, aj. Ez a baj. Ez, Ez a, baj. a baj. Nem ismerünk olyat, aki a tutiba bevinne, ugye? Kérsz ilyet? Mert ha lenne, se adnék. Mert elvenném az önállóságodat. Elvenném a fejlődési lehetőségedet. És ezért mondják azt, hogy aki megmondja a jövőt, az ellopja a jövőt. Mert nem a tied, hogy megteremtsd. Tehát te a saját fejlődésedet persze, hogy segítheted tanítókban való bizalommal, iskolákban való részvétellel, szellemi gyakorlatok végzésével. De hogyha ez tényleg a felébredésről szól, és a felébredett tudat helyes használatáról, akkor senki nem fogja a helyetted ezeket a döntéseket meghozni. Sőt, további helyzeteket tesz eléd, ahol neked kell dönteni. Viszont az entanításban, ahol a kóan egyfajta helyzetgyakorlat, vagy teszt, fejlődési lehetőség, tanítási környezet, ez mind a kóanban benne van, ott rálátsz olyan szokásaidra, amelyekre egyébként a mindennap életben nem. És ezeket ki tudod takarítani. Tehát ezek a helyzetek, amik itt vannak, sokkal nehezebbek, mint a mindennap élet helyzetei. És éppen ezért megtanítanak helyesen dönteni, tisztán látni, beleérezni az együttérzéssel, helyesen gondolkodni. És amikor ez van, akkor a tanító inkább levesz belőled mert ami benned nagyon fontos, a buddha természeted, az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, gondolkodik az elméddel, érez a szíveddel, az már megvan. Csak azt a csomó felesleges szokást kéne lesarabolni, ami miatt ez a tükör még nem tiszta. Ami miatt hullámos, törött, torzult, képtelen, túlvékony, és a többi. És innentől kezdve... Azok az irányzatok, amik mindig ígérnek valamit, meg adnak neked valamit, meg átváltoztatnak téged, meg hasonlók, látszólag többet adnak, de ténylegesen elvesznek. És vannak azok az irányzatok, amelyek úgy tűnik, hogy kicsikét ridegebbek, nem mosolyognak rögtön, vagy nem annyit, és levesznek belőled, és újabb helyzetek elé állítanak és nem mondanak kész megoldást a már meglévő problémákra, azokból lehet, hogy többet nyersz, mert jobban rálátsz magadra, mert a szokásaidat kénytelen vagy megváltoztatni, mert ha a másik itt mellettem, aki üldögél lótuszban, az is meg tudta oldani a 127-es kont, akkor én is meg akarom. Ha valaki mosolyogva jön ki az interjú szobából, ugrálva és táncikálva, alig bírja magába gyömöszölni azt az örömöt, mert megoldotta mondjuk Joshua és a remetékohant, akkor nekem is kell. Ez nagyon fontos. Nézd meg, hogy melyik tanító, melyik tanítás és melyik tanítványi közösség az, amely az úton téged segíthet, illetve ugyanezt a hármasságot te vissza tudod segíteni. És akkor jól tudsz működni, be tudsz illeszkedni, meghallod a tanítást, bízol a tanítóban, de semmi olyan nem történik, amit a guruboltból szeretnénk. Sákemoni Buddha idejében elég volt az, hogy az emberek megtanulták a szútrákat, meghallották a tanítás egy részét, követték az utat és elérték a felébredést. Eltelik ezer év, az emberiség létszáma úgy megháromszorozódik, Bodhidharma korára, Krisztus után, olyan 6. század, már a paradoxonok kellenek, hogy kicsit kirobbantsák az embereket az addigra nagyon megalapozott strukturális fogalmi tudásból. Hát mindig az adott állapotot kell meghaladni. Mindig még egy lépést kell tenni. Miért? Mert hogyha az adott szintről nem lépsz följebb, nem látsz rá arra, amiben vagy. És pont ez az egy lépés hiányzik nagyon sokszor. Olvassunk, gondolkodunk, nézegetünk, ráérzünk, rengeteg dolgot kapunk, és nullákra és egyekre bontva a világ összes tudása most egy egérkattintással a rendelkezésedre áll. Ami viszont nem áll a rendelkezésedre, az, az a plusz egy lépés, amivel mindenre rálátsz, amivel az énedre rálátsz, amivel önmagadat felébreszted. Ez az a lépés, amit nem lehet soha kábelen keresztül kapni ahol élő tanításra van szükség, ahol a három legértékesebbre, a buthára, a darmára és a szangára van szükség. Épp ezért az élő hagyomány sosem tárgyasítható. A tanítás leírható, a gyakorlat formalizálható, a módszerek összegyűjthetőek, de a hagyomány lényegét nem lehet sem szóba fogni, sem formába önteni. Ez sohasem lesz tudattól tudatig. Ez sohasem lesz más, mint tudattól tudatig való átadás. Soha sem lesz írásfüggő, akármennyit írunk róla. Van-e kérdése bárkinek? Éber jelenléti pillanataimat kíséri egy bizonyos jó érzés. Nem tudom, hogy ez természetes kísérője a jelenléti pillanatnak, mert volt már olyan, hogy észrevettem, volt titokban egy válveregetés, hogy á, megint sikerült, hol van, ügyes vagy. A kérdés második része az volna, hogy hogyan tudnám elkapni, elcsípni a gondolatot vagy az érzést a megjelenés pillanatában. Meg kell tartani azt az állapotot, mielőtt megjelenik. És ha megjelenik, azon nyomban engedd el. Ez nagyon fontos, amit mondasz. Az egység állapotra való első reakció az, ami kibillent onnan. Szunkszenzen Mester ezért mondta azt, hogy a felébredést elérni könnyű megtartani nagyon nehéz. Tehát vissza tudsz kerülni egy egység állapotban nagyon sok úton. De hogy milyen utat választottál, az abból derül ki, hogy meg tudod-e ugyanazon az úton tartani azt, amit elértél, vagy elveszíted. Most nézd meg! Van egy fantasztikus, klasszikus zenékoncert, koncert, vagy egy jazz koncert, vagy akár egy rock koncert is. Ott van. 3000, ezer, 30 000, 150 ezer ember, attól függ, mekkora a stadion béreltek. És ott van a koncert vége, és a karmester az utolsó avizóval lezárja, és van egy végtelennek tűnő pillanat, amikor a zene már elhallgatott, de a taps még nem csattant fel. Azokért a pillanatokért érdemes élni. -e? Érdemes emberi testet fölvenni, és keresztül menni a felneveltetés, felnőttkor és öregség három nehéz szaturnos ciklusán. Elképesztőek ezek a pillanatok, de nem tudod megtartani. Újra el kell menni koncertre, újra meg kell venni a helyet, és újra ott kell végülni, és újra is. Ha arra számítasz, hogy ez lesz, akkor valaki beleköhög. Akkor eltörik a karmesteri pálca. Akkor a gondolatoddal már macerálod azt, amit gondolat nélkül olyan szépen tudtál tapasztalni. Tehát nézd meg, hogy a sok-sok mitológiában ugye van a primér tapasztalás, a primér teremtő, és van a második, amelyik majdnem olyan erős, de már reagál rá, már fényt vet rá, már ő a fényhozó, a Lucifer. Mert az első reakció a tiszta teremtésre rendkívül erős. És hogy hogyan lesz a szekundérből ismét primér? Hogyan lesz a fényhozóból fény ismét? Na, azért kell gyakorolni, és nem is keveset. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy amikor a bottal az asztalra ütöttél, nekem egy olyan érzésem volt, mint amikor a pont kitágul. Szóval, mint hogyha így kitágítanám a pontot, és utána megint összemegy. És a kérdésem az lenne, hogy um, ez a pont, az, ez, a, ez, az egység az, ami, ami, amit keresek, vagyis hogy mondjam, ez, a, ez az a pillanat, amit meg kellene tartsak, ez a, ebben, hogy ez tartós legyen, ez a, vagy, vagy mit, mit kellett volna mindent meg szeretnék érteni, az egy problémám nekem. Tulajdonképpen tudatosan próbálok mindent magam gondolatban lejátszani, és elemezni, és így megérteni. És hogy ez baj, vagy pedig ez is lehet egy az egésznek a megértése felé egy módszer. Egyéb kérdés? Igen, még lenne egy kérdésem a meditációval kapcsolatban, hogy nekem ez nem sikerül. Tulajdonképpen azért, mert el, elutazok. Mindig, amikor a, a szemem nyitva van, akkor amit látok, az leköt. Egyszerűen az van. Például előttem ül a srác fehér van, egy idő után látom, hogy fehér van, és a tudatomat elviszi. Szóval nem, 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 érzem, hogy a meditációnál konkrétan mi az, amit, amire figyelnem. Éppen azért nem kell figyelni, azt megértettem, de hogy ezt hogy érem el? Kell figyelni, de... csak a figyelem tárgyát kell újra és újra elengedni. Ez nagyon fontos, mert amikor beleragadsz mondjuk a fehér ingbe, akkor körülötte nem látsz már semmit, nem látod meg mondjuk a, a sárga poharat, vagy a vörös bort, és ezért a tudat folyamatosan azt fogja gyakorolni, hogy meglátja a tárgyát, észrevesz, hogy és ragaszkodik hozzá, elengedi, megtapasztalja a szabadságot, és egy újabb tárgyat vesz a tudat így a kezébe. A tudatnak nincs keze. De a helyzet az, hogy minden lehet meditáció. Tehát amikor utazol, az egy olyan meditáció te, én fölültem a, a railjetre, és egy egész napnyi meditáció, volt, amíg le nem, le nem szállítottak róla. Nem azért, mert nem volt jegyem, hanem azért, mert pótlóbuszok közlekedtek Svájcban. Ezt el se hittem. De, mégis. Úgyhogy a meditáció azért volt érdekes ott, mert akármilyen körülmények között voltam, kiszűrte a zavart, és behozta a jelt. Tehát lásd tisztán, haj tisztán, érezd tisztán, gondolkozz tisztán, ne keverjük ezeket az érzékterületeket, ne zavarjuk az egyiket a másikkal. Ez tiszta a meditáció. Tehát utazol akármilyen közlekedési eszközön, leültetnek. És amikor te ülsz, figyeled a tantient, figyeled a légzést, figyeled, ahogy a tér megy veled, még a repülőgépen is nagyon érzékelhető. És figyeled azt, hogy mit... Érzel, mit gondolsz, és a többi, és leválasztódsz róla, és maradsz egy tiszta, tükörszerű éber állapotban. Nem engeded, hogy az érzékelés kisajátítsa az éberségedet. És akkor a meditáció gyönyörűséges állapotába belekerülsz úgy, hogy azt nem is kell elhagyni. A formális meditáció az erre rásegíthet. De hogyha nincs rá időd, akkor azt gyakorolhatod útközben is. Úgyhogy nincs akadály. A régi tanítás így szólt: ülve, állva, járva, fekve, beszédben, csendben, munkában és pihenésben, folyamatosan, megállás nélkül. Mi ez? Ez a kérdés. Mi ez? Tehát meditációs technikaként három nagy csoportot különböztetünk meg a koreai zenenén belül. Az egyik a tér és a hangok figyelése. Az alapegyenlet az, hogy ha a hangokat hallod, és érzed a teret, akkor ebben a pillanatban te jelen vagy, és a tudatod tükörszerűen szépen működik. Ha nem akkor valami kisajátította az éberségedet, gondolat, érzelem, múlt, jelen jövő, és akkor nem hallod a hangokat és nem érzed a teret, a tudatosságod pedig valamilyen világba elment. Csodaország, elvarázsolt kastély, szellemvasút, bárhova. De ha itt vagy, akkor hallod a hangokat, és érzed a teret. A következő az a kérdés feltétele, és ezt idéztem az előbb, minden belégzésre fölteszed a kérdést, hogy mi ez. És a kilégzésre akármilyen válasz jön, azt elengeded. Miért? Mert ami megjelenik és eltűnik, az nem rossz és nem jó, de nem azt keressük. Tehát ami megjelenik a tudatban, azt engedd is el. A tükör előtt bármilyen tárgy megmutatkozhat. De mi a tükröt szeretnénk tapasztalni a maga tisztaságában, és ezért megvárjuk azt, amíg ez a megjelenés és eltűnés megszűnik. És a harmadik, az pedig a mantrának a gyakorlata, ezzel kezdtük a mai darma beszédet is. A mantra az olyan, mint a tűzfal. Az informatikusok ezt nagyon fogják szeretni. És azért, mert a tűzfal az nem gátolja le a jeláramlását, de bizonyos dolgokat keresztül enged, és bizonyosokat nem. Tehát, ha megjelenik a karmád, és elképesztő erővel tépi a lényedet, akkor meg kell állni azt, hogy elfosd, vagy kiéld, hogy menekülj előle, vagy harcolj vele. Tehát a dualisztikus reakcióktól akkor tudsz megszabadulni, vagy megelőzni azokat, Hogyha például egy erős mantra praxissal a tudatodat itt tartod ebben a jelenben, és nem követed azt a karmát, ami benned megjelenik. Ezt, amit elmondtam, ezt bárhol, bármikor tudod gyakorolni. Az előadás elején, amikor bemutattad a, az ellentéteket, illetve a, 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 a hosszú és rövid Fekete és fehér, hideg, meleg, és említettél példákat, hogy igaz, meg hamis. Erről eszembe jutott egy kérdés, hogy főleg az igazságot érintve, biztos többen ismerik ezt a példát, hogy ha lerajzolok egy hatos számot ide a földre, akkor az, akkor az én igazságom, én relatív igazságom az, hogy ez egy hatos, de te velem szemben ülsz, neked az egy kilences, mind a kettőnek igaza van, vitatkozhatnánk róla, hogy ez most, ez most milyen szám. És hogy létezik-e abszolút igazság, fontos-e keresnünk egy abszolút igazságot, vagy nem? Ez lenne a kérdésem. Ebben a pontban van-e abszolút és relatív? A csend kevés. Hogyan felállnél? Miért kevés a csend? A szó sok. Ha megteremted az Abszolútot és a Relatívat, akkor azok lesznek. Ha nagyon hiszel bennük, akkor a ragaszkodásod mértékében még a Relatív is Abszolút értékű lesz, mert annyira ragaszkodunk hozzá. Hát ezek magunk által teremtett fogalmak. A gondolkodás előtt nincs ilyen, hogy Abszolút és Relatív. A dolgok a maguk ilyenségében jelennek meg. De hogyha a fogalmi világról beszélünk, Ebbe a számok is beletartoznak, akkor minden kijelentésre érvényes a jelenségekről szóló törvény. Tehát mulandóak, tökéletlenek vagy elégtelenek, és kölcsönösen függenek egymástól. Tehát a hatos az függ a hetestől meg az ötöstől. A rajz maga lehetne tökéletesebb, vagy valaki másképp rajzolja a hatost és múlandó, mert hogyha eltöröltem, akkor már nincs is ott. Tehát ebből a szempontból, mihelyt névről és formáról van szó, azon nyomban relativizmusról van szó, vagy éppen a jelenségek relativitása belátható. Az abszolút tehát nem abszolút, mert nem jelenik meg soha. Ahhoz, hogy abszolút értékű tapasztalatom legyen, ahhoz föl kell adni a gondolkodást, mert a gondolkodás dualizmusa -e relatív. És az abszolút értékű tapasztalatban így az abszolút, mint reflexió nem jelenik meg. Ha megjelent, már el is vesztettem. Mondjuk abszolút értékben mindkettőnk számára az egy bot, tehát azt elfogadjuk mind a ketten. Na, de ez az én abszolút. botom. Látod? Tehát az a nyom a gondolkodás, ide vagy oda tudja pofozni a valóságot, és ha akarom, ugye fehér, ha akarom, fekete. Mm -hmm. okay. Okay sokszor hallom azt, hogy Butha is mondta azt hiszem, hogy az a baj, hogy azt hiszed, hogy van időd. De ugyanakkor azt is érzem, hogy ha sietek, valamit idő előtt csinálok meg, azt elrontom. Volt ilyen az életed? Volt. Bőven. Bőven? Húha. Ha sietek, nem, úgy érzem, nem érett meg valami, meg kell adni az időt annak, hogy megérjen valami. És abban érzek egy ellentétet. Ezt fel kell oldani. Muszáj. Mert, hogyha nem oldod föl, akkor késni fogsz. <laughs> Tehát, idő előtt hiba, idő után hiba, megfelelő pillanatban helyes. Ha tudásra alapozol pusztán, és nem egy belső, tiszta, intuitív működésre, akkor vagy. Túl korán leszel, vagy túl későn leszel ott egy adott helyen. Tehát ahhoz, hogy menj, az most. És ezt az érzéket ki kell fejleszteni, ki lehet. Az okozati folyamatok megláttatják veled, hogy mire mennyi idő kell. Mennyi idő az, amíg például egy család elkészül reggel, hogy mindenki menjen iskolába. Tehát előbb-utóbb be kell tudni szabályozni. A iskola nem vár, neked kell ott lenned. Túl korán ér oda a gyerek baj, késik a gyerek, az is baj. Ez egy hatalmas tanulási felület. Egyéb kérdés? Értelmeznéd a zen buddhizmus szerint a kavát kezőt? Könnyebb a távének alatt menni a tűfokon, mint gazdagnak bejutni az Isten országába. Igen, a tűfoka itt a nehéz A gazdag és az Isten országa az világos. Jeruzsálemben volt egy tűfok nevű kapu, amely annyira alacsony volt, hogy se lóháton, se tevén nem lehetett bemenni, ezt tartották nyitva így majdnem éjszaka. Tehát volt olyan, hogy azt is bezárták, de nap lemente utána a nagy kaput, ami járművek, meg igás jószágok, meg lovak, lovasok, tevék, karavánok bejuthattak, azt lezárták. És azért volt az a tűfok kapu, hogy csak a gyalogos tudjon bemenni és kijönni és innen származik ez. De hát ahhoz valamilyen közben... Te közül. itt Svájcban, hát miért nem érted azt, hogy a gazdag ember nem mehet be Isten országába? Nézzék körül! Magyarázzam el én? <laughs> Jó, világos látom, igen. Hát, akkor. Úgy látom, nekem ez úgy működik, hogy amikor az elmúlt években nehezebb éven volt, akkor többet gyakoroltam, többet meditáltam, és napközben is többször voltam tudatos, vagy legalábbis úgy Valamenny, valamilyen fokon. És néha meg vannak olyan időszakaim, amikor könnyebb az élet, tipikusan, amikor ilyen hedonista vagyok, és így, így jobban, jobban így bele, így így nem, nem vagyok annyira tudatos. És ezt a hullámzást, e, ezt nem tudom, hogy kezeljem, és hogy vannak-e jó módszerek arra, Van. hogy átalakítsam. Légy magam. tudatos a hedonizmusban is. Nyugodtan idd meg a hetedik poharat is, tudd, hogy a hetediket iszod meg, tudd, hogy mi van benne, mert nyolcadik már nem lesz. Akkor asztal alá is kész. Tehát ez csak félig vicc, amikor az ember érzékszerű tapasztalatokra vágyik, akkor általában el feledkezni uh, arról a célzó rendszerről, amivel az életét egyébként irányítja. Ki akar kapcsolni, kihúzni a dugót a falból, most valami egész más történjen, mint addig, frissüljek föl, stb. 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 De hát ez nem így megy, mert a tudatosság az pont akkor kellene a legjobban, amikor úgy beleveti magát az ember a különböző élvezetekbe, csak az alacsony szintű belevettetés az az, amikor ez a tudat elsötétül. Tehát úgy gyakorold az érzékszervi élvezeteket, hogy a tudat nem sötétül el közben. Azért, mert hogyha ez mégis megtörténne, akkor legelső körben az emberi kapcsolataid látják a kárát. Utána te magad, és utána az egész életvezetés. Sport közben van gyakran az az érzésem, hogy ilyen jönnek a gondolatok, mintha egy, abban az úgynevezett meditációs állapotban lennék. Szóval bepörög az agyam, de mondom, nem, én nem vagyok tisztában az egész meditációnak a, kifeje, a meghatározásával, de rengeteg ilyen, mint a transzcendens tapasztalatok lennének, azok a, szóval jönnek a gondolatok, jönnek a, az aha-effektusú gondolatok, és hogy ezek elkábrázodások, vagy reális tapasztalatok. Mi a reális? Mi az illuzórikus? Mondd meg. Igen, csak arra lenni kíváncsi, hogy ez káprázat, ez egy a felfokozott testi endorfinok által képződött gondolat, egy, egy meg, vagy, pedig tényleg egy, egy megérzésből fakadó egy... Amikor most kérdezel, a hormon kérdez, vagy te kérdezel? Itt gondolkodtam. Ott nem gondolkodok, hanem szaladok és koncentrálok arra, hogy lélegzés, és hogy igen, kibírjam azt a távot minden ugyan arra a srófra jár. A jelenségek megjelennek és eltűnnek, feltételhez kötöttek és tökéletlenek. Nincs lényeges különbség azon gondolat között, amit futás közben tapasztalsz, vagy amit ülés közben tapasztalsz. Az, hogy hogyan viszonyulsz hozzájuk, az a fontos. Mire használod őket, az a fontos ezeket a káprázatokat, ezeket a túlpörgéseket, amik az ember úgy elfogult néha a saját valami egy érzésben, egy beszélgetésben, hogyha nem, nem, nem figyel oda, ebből sok hiba jöhet. Itt érte konkrétan a, a, az elkáprázódástól a... Hogy magyarázzam? Nem kell magyarázni, megértettelek, hidd el. Okay. Fejezd csak be a kérdésedet. Ennyi volt ez lett volna a kérdésem. Ezeket hogy lehet kiszűrni? Milyen gyakorlattal? Az a kiszűrés a meditációs gyakorlat. Úgy, hogy megkülönbözteted a primér érzékelést, amit például csinálsz, futsz. Amit szagolsz, amit hallasz, amit látsz, ezeket nem kevered a gondolkodásoddal és az érzelmeiddel. Ez már egy hatalmas meditatív siker. És amikor a gondolatok jönnek, azokat nem minősítsd, ne címezd meg, ne asszociálj rájuk, és akkor azok szépen elporladnak, hiszen látszólag a semmiből jöttek, és el is tudnak menni látszólag a semmibe. Amikor ez a megjelenés, eltűnés beáll és természetessé válik, az a meditatív állapot. És egy idő után nem jön az, ami felesleges. Az jön, amik kell. Elmúlik a zaj, és marad a jel. Tehát futás közben be kell fordulni jobbra. Gondolat, fordulok jobbra, kész. Vagy gondolkodás nélkül fordulsz jobbra. Az is jó. A főbünök, ugye a kereszténységben öm, vannak ezek úgynevezett főbűnök, a, a mohóság, és azt hiszem hét ilyen nagy bűn van. Ezekre van öm, valamilyen itt egy főből van. Egy főből van. Okay. Ragaszkodni azokhoz az illúziókhoz, amelyekből a kapzsiság és a harag születik. Az összes többi ennek a következménye. Tehát tér vissza igazi önvalódhoz, ne azonosulj illúziókkal, ne táplálj hamis önképeket, és így nem lesznek idegen isteneidén előttem. Ugye, ahogy elhangzott az eredeti írásban. Miért ne legyenek? Mert hogyha az Isten képre alapozol az Isten tapasztalat helyett, abból mindig félre megyünk. Mindig rossz döntéseket hozunk. Mert azonosítjuk magunkat valamivel, amik nem vagyunk. Azonosítjuk az Istenséget azzal, ami ő nem, vagy az nem. Ízváltozat kérdése. Tehát az összes hiba, bűn és egyéb szélsőség, amitől meg akarunk szabadulni, az a téves nézetekből következik, ebben benne van a hamis azonosulás, hamis ön és világkép, és az a fajta eltévejedés, amitől a kapzsiság és harag útjára tévedünk. Nincs hétfőbűn, tízezer van, de eredetileg egy sincs. Van olyan mindennapi szokásod neked személy szerint, amit szeretné, hogy minél több embernek legyen, vagy minél Igen. több hasonlóan csinálná? Uh, ébredés után rögtön tudatosítom, hogy lélegzem. Ez csak félig vicc. Tehát felébredsz, és rögtön az, hogy a lélek és a test egyben van, és ez a lélegzésből derül ki, mert ha lélegzel, akkor itt vagy. Ha nem lélegzel, akkor már csak nézed a testedet máshonnan. Tehát nagyon fontos az életben létel tudata mert elcsípted a lélegzetedet, utána rögtön mész a fürdőszobába, mert van mivel. És van mit kiüríteni, ugye? És utána következik az ellenirányú művelet, eszel, iszol. Meditációról nem beszélek, mert azt mindenkinek csinálnia kell, előbb-utóbb rászokik, de a lélegzet ugye elkapása és a reggeli nagy készülődés között valahol ugye beiktatunk egyfajta tisztító mozdulatot, és én azt kívánom, hogy mindenkinek olyasféle szellemi igénye legyen belül, hogy teljesen fit testel és tudattal menjen ebbe a nagybetűsbe harcolni. Mert ez akármilyen rendszerszerű, törvényszerű, és nagyon szépen elosztott, mint itt Svájcban, azért itt is van ám harc és kőkeménye. És ezt tudjátok nagyon jól. Csak már annyira ki van finomítva, annyira intelligensé van téve, annyira a rendszer által szabályozott, hogy úgy tűnik, mintha nem lenne. De van. És brutális. És aki okosabb, aki gyorsabb, aki tisztább, az nyer. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz, akármilyen társadalmat élünk. Tiszta tudattal menjek ki a házból. Én ezt szeretném, hogyha hogy mindenki egy kicsit a szívére venné, és teljesen mindegy, hogy milyen technikát alkalmaz, csak amilyen technikát alkalmaz, az arra is legyen jó, hogy megtartsa a tiszta tudatot, ne csak elérje. Bennem mindig működik egy kettőség, hogy majd kutatva és, és, mai napi, mai manapság úgy vagyok megnyugtattam magam, hogy, hogy, hogy sikár, karrier, Bármi, ami, ami tényleg az anyagiakhoz tartozik, együtt tud működni, együtt tud létezni a spirituális, úgymond tényleg meditációs technikák, meg minden világgal. A felébredéssel, úgymond. Persze. Tud együtt létezni. Tud együtt lenni? Az a, tud. a fő kérdés. Tud. Köszönöm. Szívesen. Mi történik a tudatommal, tudatommal amikor alszom? A, a tudatod is, tudat nélkül nem horkol, tudat nélkül komában van, vagy halott. Tehát a, a kis lelked az olyan állapotban kell, hogy horkantasz, meg álmodsz. Nézzük a kutyát, amikor lélek ott is van, fogod, alszik, és egyszer csak vadászik álmában. Hát te is ugyanezt csinálod. Aztán fölébredsz. Ingen? De nem tudok magamról, tehát a tudatomról. Örülj neki, most gondold el, hogyha alvás közben is, nem lenne pihenés egy darab se. Azt is mondják, hogy az, az a kis halál az alvás. Hát mondani mindent lehet. Okay. Te úgy érzed, hogy kis halál, szerintem iszonyú pihentető. Ma reggel fölkedtem úgy, hogy nem vártak, hihetetlen volt, hogy meddig lehet pihenni. Annyira úgy éreztem, hogy életben vagyok, hogy... Az, az, az álom az álom. Az ébrenlét az ébrenlét. Mivel elveszítjük az éberségünket jókkal, különben nem tudnánk kiüríteni a karma nagy részét, amit ugye meditációval nem ürítettünk ki. Ezért az alvásban a tudat kiálmodja magát. Ez egy normális ürítő tevékenység. Az álmoknak egy töredék százaléka jelzésértékű. A nagyon nagy része csak az a tehetetlenség, szokás, amivel kipörgeted az adott nap vagy napok eseményeit. És alvásban pontosan az történik, mint ébrenlétben, kivéve, hogy nincsen tudatosság. De ugyanazok a gondolatok, érzelmek és egyebek mennek. A meditációnak több mellékhatása van, de az, hogy mondjuk alvás előtt illetve a végén ébredés előtt egy picit rálátsz a tudat folyamatra, már nem vagy éber, de még nem az, és a kettők között. Olyan forgalom van te, hú, hú, intellektus nem lassít le semmit, érzékszervek nem csatornáznak semmit, és így ezerrel. Olyan tudat hogy hihetetlen. Csak ébredés előtt, hogyha egyszer csak így szemed még nincs nyitva, egy-két foton már átment és még a test tudatosság nincsen teljesen ott. És látod, hogy milyen iszonyatos forgalom van akkor is a tudatban. De nem mindig. Ezt ki lehet üríteni. Tehát visszavonulásokon lehet úgy ébredni, hogy egyszer csak így kinyitod a szemedet, és mintha egy ilyen mozdulatlan tengerből így fölhoztak volna az égre, és a napsugár szépen megérinti az arcodat. Tehát ahogy aludtál, úgy ébredsz, és amilyen állapotban voltál éberen, úgy fogsz aludni. Oké? Okay? Idákapcsolódóan kapcsolódóan meditációval helyettesíthető az alvás. Nem. Tehát nem lehet helyettesíteni a meditáció-meditáció, az alvás-alvás. Van olyan, hogyha ha meditálsz, akkor hatékonyabban és jobban alszol. Ez biztos. De a legnagyobb meditátorok is egy idő után normális időnyit alszanak. Több az az idő, már hallottam tényleg nagy, nagyon sok napokig meditálunk, és... És állunk. nem fekszünk le aludni, ilyen is van, utána pedig visszatérünk a normális uh -huh. kerékvágásba, az, a, az az, öt és fél és hét óra között, attól függ, kinek mennyi kell. Van a négy állapot, a, most a, a, négy... A, köztes lét állapot, erre gondoltál? Igen. Okay. Milyen állapotok? A köztes lét négy állapot azért köztes, mert egyik se állandó. Egyikbe sem tudsz megmaradni. Van az életünk nagy része, a születés előtti, meg a halál körüli állapot, és az, az utolsó, a negyedik, annak a neve. Az a test nélküli állapot, azért nem mondom, hogy a halál állapot, tehát, hogy megijedsz. Tehát nem kell megijedni tőle, nincs test, azt kész. Tehát meghaltál, vége ennek az inkarnációnak, és akkor van egy olyan állapot, ahol nincs háromdimenziós térés, egydimenziós idő, se lineárisan, se ciklikusan, aztán megszületsz újra. Szóval az én kérdésem az lesz, hogy tegyük fel, mondjuk engem, én, én meghalok, megszűnök, nem tapasztalom tovább a világot. Hoho, -ho, honnan tudod? Jó. Azt a... tudod, hogy ezen a testen keresztül, ebben a konfigban nem tapasztalod, mert az autó kiment a vezető alól. De a sofőr az ott van a kis kulcsával a kezében, és ott van a rajzolat, ami egy következő autóba fog beleilleni és csak akkor tudja elfordítani, hogyha a rajzolat és a gyújtás kapcsoló illik egymáshoz. Ezért nem mindegy, hogy milyen autóban vagy, nagyon hasonló autót fogsz a következő fuvarra is vezetni, külön a kulcs, a karmád nem passzolna bele. Tehát azért kaptad ezt a testet, pervetted föl ezt a testet, azért anyutól és aputól is kapunk ám dolgokat, test például, fontos. Mert pontosan ez volt a karmád. Szóval, most. Így van. Szóval ez a testem meghal, és mondjuk halott egy fél napig napig, és közben a barátaim, akiknek fizettem már előre, lefagyasszák a testemet, és száz év múlva, ötven év múlva kiolvasszák a testemet, és egy ember olyan kérdéseket fog feltenni, mint amiket én most hasonlóan fog hozzám beszélni? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy lesz-e lélek benne. Ez az igazi kérdés, és az összes ilyen tudományos, fantasztikus film az azért tudományos, fantasztikus, mert olyat még nem csináltunk, hogy ebből a lefagyasztásból, amivel már pár gazdag ember élt, ezt tudjuk, tehát Amerikában vagy egyéb helyeken már fizettek annyit, hogy lefagyasszák a testét. Meg is történt, de felébredni még egyik se. Tehát ez nagyon fontos, hogy ennek nyílt vége van. Nem lehet tudni, hogy amikor azt kiolvasztják, egyáltalán mint test működik-e, és ha igen, lesz-e lélek, tehát lesz-e vezető az autóban. Ezt nem tudjuk meg. És hogyha igen, és hogyha nem sikerül, akkor az van, amit mondtál, és hogyha esetleg sikerülne, az, az se te vagy. Igen, te ez lesz a kérdésem, hogy ha ez megtörténne, akkor, akkor azt se én lennék. Nem, nem te lennél. Te már máshol vagy. Lehet, hogy valaki kibérli. Ezek a régi um, ázsiai um, szerzetesek, akik halálba meditálták magukat, milyen célból tették? Ez, ez, Bemutatták azt, és én láttam koreai fényképet, hogy Hanam szönyém fogta, és volt csongszában medítve, és csak... És kész. Azért, hogy bemutassák a meditáció univerzalitását, amely a köztes lét minden négy állapotában működik, a halál, illetve a meghalás állapotában is tud tiszta maradni, egyenesen tartani, és ez csak kész, és vége. Tehát ez a tudat magas szintjét és magas minőségét hivatott demonstrálni. Egyébként azt elmondanám, hogy a régi paraszti világban is, ahol nagyon tiszta tudatú emberek is voltak, Megérezte az öreg egy héttel előtte, és azt mondta, hogy kimegyek, három nap múlva gyertek a testért. Tehát voltak ilyenek. De a szerzetesek esetében, aki ezt meg tudta csinálni, azt azért tette, hogy tanítson, és ne azért, hogy a halála után valami glória övezze őt, vagy ilyen nagy híre legyen, vagy egyéb. Beszéltünk a túlvilágról, a halál utáni életről. És azt is mondtad, hogy amit tapasztalok, tehát nem tapasztaltuk azt, hogy valaki föltámadt. Nem föltámadt, hanem ö, kiolvasztották a testet, és újraélt. Az más, a kiolvasztás az, az egy külön történet, azt ne keverjük össze a feltámadással. Igen, de nem Jobbról is kapsz, balról is kapsz. Az... Bóti darma és Jézus Krisztus így. Igen? Tesök. Tehát azt sem igen. tapasztaltam, hogy valakit kiolvasztottak és él, de azt sem tapasztalom, hogy van a milyen az élet utáni, vagy életén túl, vagy élet melletti, az életén túli lét, azt sem tapasztaltam, azt meséli valaki, és azt hiszem, vagy nem hiszem. De nem tudom. Így van. Ugyanaz, ugyanezt mondhatjuk arra is a valakit, hogyha kiolvasztanak, és azt mondjuk, hogy ember lesz ezt, vagy hiszem, vagy nem hiszem. De nem tudom. Egy biztos, a nem tudomban egyetértünk. Ugyanis nem a... tudjuk, hogy ö, például életben lesz-e vagy sem, uh -huh. lesz-e benne lélek vagy sem. Azt tudjuk, hogy kiolvasztanak egy ilyen emberi testet, és utána kérdőjel. Ezt fogalmaztam meg a múltkor is, az előbb. Igen? A túlvilági, vagy a négy tudatállapot a jelenlegi életén túl ugyanígy van, hogy nem tudom, vagy hiszem, vagy nem hiszem. Ne keverjük össze a hiszem-nem hiszemet a nem tudommal, ugyanis így az ismeretek hiányával dolgozunk csak. A gondolkodás előtti tiszta tudatra nem jellemző az ismeretek hiánya vagy jelenléte. Tehát ne azonosítsd logikusan, mert nagyon logikusan tudsz gondolkodni, mérnök uram, a hiszem-nem hiszemet a nem tudommal. Oké? Okay? A nem tudható tapasztalatából tényleg világos hit következik. Nagyon világos, nagyon egyszerű, nagyon tiszta. Annak a tükörnek a tapasztalata, amely mindent tisztán mutat, tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, és félelem nélkül lépsz át az élet és halál kapuin, és félelem nélkül élsz, amíg testben vagy. És ez nagyon fontos. Úgyhogy remélem, hogy mindannyian a meditáció nemes mesterségét folytatva felismerjük életünk kapuit, átjutunk a nem gondolkodás, illetve a nem dualisztikus gondolkodás kapuján arra a partra, amiről a buddha is beszél, ahol nincs szenvedés, így megvilágosodás sincs. Köszönöm mindenkinek a jelenlétet, és remélem, hogy a holnapi workshopon is, illetve az eredeti fénytemplomban is találkozunk, együtt gyakorlunk, és együtt elérjük a felébredést. Köszönöm a figyelmet!